Na, köszönni. Hát most egy kis torna vár rám, ugyanis úgy döntöttem, hogy akkor megcsinálom én ezt a bizonyos, hát nevezzük az egyszerűség kedvéért áteresztnek. De csak annyi lesz, hogy amennyire muszáj, csak annyira fogom leásni, hogy a csövet le tudjam tenni. És itt, ahol ugye autóval járok, azért fogok felé rakni pallót, hogy ne süllyedjen meg. Pláne ilyenkor, mikor vízes a talaj, akkor így is úgy is megsüllyed. Tehát ugye ezt száraz időben lehetne tömöríteni, de még akkor is utána, ha jön rá eső, és megyek rajta keresztül autóval, akkor úgy is fog süllyedni. Úgyhogy azért pallót akarok mindenképp a két keréknyomvonalához rakni. És azért döntöttem amellett, hogy ezt megcsinálom, ugyanis nem tudom, mennyire látjátok, de itt áll egy kicsit benne a víz, tehát ezen a része, ez a mélyebb része, itt meg szokott állni benne a víz, és az szépen lassan szivárog be a talajba. Ugye az épület az odébb van, de hogyha itt már nagyon megtelik, akkor szerintem úgy az épület irányába ugyanúgy tud szivárogni, és amennyire lehet, én ezt igyekszem elkerülni, ugye ne nagyon kapjon semmiféle nedvességet. Annyit fogok még csinálni. A napokban akartam venni egy 45 fokost, hát talán 45 fokos jó lenne ide a végébe, mert még arra egy kicsit majd ásnom kell, sőt, még lehet, hogy egy csövet oda is le kell tennem, egy méter hosszba legalább, de lehet, hogy ugyanígy egy-két méterest. Csak a napokban hiába voltam, nem kaptam, mert ugye évvégé, meg stb., meg most már éveleje, aztán leltár. Úgyhogy én ehhez fogok akkor most hozzá. Nagy nehezen, csak össze-vissza értem a 4-es metróval, és mint látható szemre, de a szintet azért jól sikerült hozni nagyjából. Ugye, hogyha innen indultam volna ellenkező irányba, mint ahogy egyébként jövök, akkor egyből már arról szintről indítva könnyebb lett volna talán, nem mintha így nehezemre esett volna. De így mégiscsak napnak háttal. Talán ti is többet láttok belőle. Jobban egyelőre nem ásom ki. Ne folyjon ide nekem a víz, ugyanis még azért még mindig nem vagyok meg. Mert nekem az elején még... Majd itt egy kicsit még mélyebbre megyek. Itt az elején még van egy kis mókázásom. Meg hát itt látszik egyébként, hogy már nincs akkora mélység, vagy nem tudom mennyire látni. Tehát itt mindenképp mélyítenem kell, illetve azért, hogy ne csak idáig folyjon a víz, itt is akkor még ki kell ásnom addig, amíg itt el tud folyni. Az meg azt jelenti, hogy kb. Idáig, ahogy nézem, legalább. Csak kérdés az, hogy a 45 fok is hogy jön ki. Hogy ne ássak fölöslegesen, ugye, hogy kicsit kifelé fog jönni, vagy az úttal párhuzamosan. Hát úgy kéne valahogy, hogy nagyjából az úttal párhuzamosan legyen. Aztán majd meglátom. És igen, tudom nagyon jó, hogy ezt a csövet ilyen sekély gödörbe nem volna szabad lerakni. Tudom én is nagyon jó, hogy a gyártó ugye, amit ad terhelést, tengelyenkénti terhelést, azt úgy adja meg, hogy ha jól emlékszem, 0,6 méter, illetve attól lejjebb kell akkor rakni a csövet, és úgy lehet akkor az adatokkal számolni, amit a gyártó megad, amit most nem tudok, de jó néhány tonna. Ezért is mondtam ugye az elején, hogy fogok rakni átidalókat ide, gerendát vagy pallót, valamit, ahol a kerék alapvetően fog majd
közlekedni, és akkor azzal se lesz úgy terhelve, meg lesz egy kis tartása. Az, hogy az a faanyag meddig fogja tartani, nem tudom. Ugyanazzal a technikával fogom csinálni, mint ahogy csináltam lent is az áteresznél, ugye ezt korábban láthattátok. Le fogom majd szépen égetni, amennyiben a szél nem kezd rá jobban, mert már egy kicsit lengedezik. És akkor meg na, okosan. És akkor kialakítom itt a helyét, és mehet az is majd le a helyére. Tehát addig még itt van tennivaló sajnos, bár itt már egyre keskenyebb és egyre sekélyebb, szóval egyre kevesebbet kell ásni, de még azért elég hosszú szakaszon sajnos. Meg utána mondom, még mélyíteni kell. Ránéztem egyébként a buborékkal, de én úgy látom, hogy erre lejt. Bármennyire is arra mélyül, de ugye a szintkülönbségnek megfelelően erre lejt. Aztán majd ugye ki fog derülni, hogy fölöslegesen dolgoztunk-e vagy sem. Mert amikor sok eső van, és ezzel nem csak azt értem, hogy mondjuk egy napig esik az eső, hanem hát azok az esős időszakok, amelyek voltak az utóbbi időben, kivéve az utóbbi 3-4 nap, akkor volt, hogy itt a víz teljesen idáig a tetejéig ért, és akkor itt már egy kicsit túlfolyt, hogyha olyan magasan volt a szint, és akkor lefolyt a felesleg, de a többi, ami benne marad az árokba, az mind ide szivárog el. És akkor, amikor itt teljes egészében színültig van, ugye ez a legmélyebb pontja, az azt jelenti, hogy még egész idáig áll a víz, körülbelül így az épület közepéig. Tehát azért is szeretném én ezt megszüntetni, mert biztos vagyok benne, hogy szépen lassan, ahogy beszivárog a talajba, akkor az azért valamennyire ugye oda megy, és én ezt szeretném elkerülni. Ez az egyik része annak, hogy a vizet innen elvezessem. De az is lehet, hogy ez különösebben nem számít. Mert ugye a másik rész, amit még csinálni akarok, azt hiszem erről már korábban beszámoltam, de mégiscsak érintőlegesen, hogy tudjátok, hogy itt a fal mentén majd lesz ugye egy fölött szivárgó lemez lerakva, kavics, drén, ágyba, úgy mondom, hogy ezt mondani szokás. De nem csak ez lesz, hanem ahogy majd ide jönnek a tartályok, annak is lesz, ugye az fedett lesz, és annak is, ahogy lesz a külső fala, én még oda is fogok rakni majd fölött szivárgó lemezt. Tehát, hogyha még innen valamennyi víz, felszíni víz mégis bekerülne, akkor ott van úgymond a második védelmi vonal, és akkor az már remélhetőleg megfogja. Tehát ezt a kettőt, hogyha így megcsinálom, meg ugye az árkot, hogy onnan elvezetem a vizet, akkor én azt gondolom, hogy nem lesz gondom, mert így ugye a múltkorában mutattam, hogy van egy kis sár oda bent, ami elég nehezen is szárad ki így téli időszakban, és ugye én azt mondtam, hogy elsősorban az abból adódik, hogy az IBC tartály túlfolyt, és befolyt a víz úgy az épülethez, de nem vagyok egészen biztos benne, hogy innen nem kap vizet. Tehát ez az egész most azért van. Ez a kis mókázás. Meg hogy azért mégis jó idő van, ne bent üljek már. Lovaggá ütlek, vagy agyon. Közben meg a farkasok betámadnak. Most egész közelről hallottam egy vonyítást, hogy kutya vagy farkas, azt nem tudom, de egész innen telek mellől. Hát szerintem én itt nem fogok semmit sem igazgatni. Ez így, mint látható, ez úgy lejt, ahogy ennek lejtenie kell. Picit lehetne hosszabb. Majd ott elcsalom egy kicsit arrafelé, de ide rájön a 45 fok, vagy hát kérdés, hogy hány fokos. Akkor az pont itt fog majd elmenni az út mentén elméletileg. Vagy majd meglátjuk. De valahogy úgy. Távolabbról hallottam valamilyen
kutya vonyításszerű hangot, de már az is viszonylag közel volt, és akkor utána egy olyan 5 percet, 10 percet később megint, de az már egész közel. Egy, mit tudom én, 200 méter talán. Satszfer kb. Az is lehet, hogy csak valaki kihozta a korcsot. A szőlőbe metszeni. Ezek után már csak merem remélni, hogy jól számoltam ki a szöget. Ugyanis a 45 fok nem nagyon jött volna ki, ezért úgy döntöttem, hogy úgy fogom tudni megoldani, mert ugye a 45 fok már oda bemenne, ahol a vízmérték van, körülbelül az útra. Így, hogy el tudjam hozni az út mentén. Lehet, hogy a végét majd egy picit befelé kell hozni, mert egy 2 méteres csövet azért ide még muszáj leszek tenni. Szóval ezt úgy tudtam megvalósítani, hogy 2 darab 30-asból. Legalábbis hát úgy szemre, ugye ennek a segítségével úgy mértem le, hogy olyan 60 fokra lehet ezt így akkor kihozni, és akkor elvezetni. Esetleg majd egy picit kell módosítani ott. Hogyha már az a 2 méteres csőnek a vége nem akar idomulni, de annyit fog. Itt is ugye dupla összetétel lesz, meg 2 darab 30-asból lesz összerakva. Tehát itt tudod egy picit csalni, nyitni, zárni vele, hogyha szükséges. Okosan. Majd én kiveszem, maradj ott. Úgyis oda megyek akkor. Maradj. Ott maradj. Mert akkor itt ezt megnyitom. Csak ugye azért dobom erre fölfelé, mert amúgy a kamerának neki menne. Egy-ez-egybe. Hol érdekli őt bármi is. Illetve hol van neki hozzá megfelelő ész ahhoz, hogy nézzen is. És mondom, nem csak játék közben. Na de erről már én korábban beszámoltam. Lehet egy az ötbe kilapátolni talán. Olyan nagyon azért nem lejt, mondjuk, hogy nagyon gyorsan végig száguldan rajta a víz. Nem azt mondom, hogy ezzel lékre pontosan ki lett mérve, hanem csak szemre. Viszont a lenti átteresznél sincs a csőbe lerakódva semmi, pedig ott is azért folyik át a víz, amikor esik az eső. Bízom benne, itt is ilyesmi lesz, és nem kell majd takarítgatni, esetleg csak nagyon-nagyon ritkán. Itt egy picit úgy látom, hogy emelkedik, lassabban folyik át a víz. Viszont ugye, hogyha a cső rá van téve, akkor egy az egyben lejt. Tehát akkor sokkal egyenletesebb. Kiegyenlíti ugye a merev műanyag cső azokat a pici gödröket, vagy kiemelkedő részeket, amelyeket most így itt lehet látni. Maradj! Ott maradsz. Csücs! Ülj le! Csücs! Úgy van, okos.
természetesen most, hogy ezt akarom csinálni, elkezdett egy kicsit lengedezni a szél. Hát miért is ne? Valahogy így. Egyszer, és akkor lehet itt is kapirgálni. Kétszer, de király. És az ide fog esni. Mert itt látszik egyébként egy nyomvonal egészen itt, meg ahhoz képest egészen itt. De az azért van, mert amikor itt már a kavicsot félrehúztam, még az árkot nem ástam ki, ugye ide volt félrehúzva a kavics, tehát azért mentem annyira oldalt el az autóval. De normál esetben itt lesz egyébként, itt szoktam följönni, tehát itt a nyomvonal, meg itt párhuzamosan mellette. Igazán megnézzük innen is. Innen nézve azért egy kicsit másabb, szóval azért mondom, hogy rá kell erre pillantani több szemszögből is. Jó, fogjuk rá. Azért kíváncsiságból megmérem én centivel az autónak a szélességét, biztos, hogy azért megfelelő helyen legyünk, mert így most egy kicsit nehéz meghatározni, és nem akarok mellé nyúlni, egyszer kelljen ásni. Egyébként a teher úgyis el fog majd oszlani itt szépen, tehát igazából, hogyha egy kicsit mellé megyek, az se baj, meg nem véletlenül csinálom úgy, hogy hagyok közte helyet, hogy itt azért legyen úgymond tér arra, hogyha egy kicsit mellé megyek, oldalra megyek. Csak hogy most ennyire lágy minden, ugye? Vigyázni kell, hogy ne omoljon be jobban itt, aminek nem kell beomlani, hogy legyen alatta azért kellő szilárdságú talaj, amire ugye feltámaszkodik. Jó, fogjuk rá. Talán az egészszer egy kicsit mertem volna lejjebb innen nézve, de mondjuk ha szembeállok vele oda lentre, akkor már másképp áll a helyzet, de jó, így jó. Úgyhogy ezt én akkor nem is bántom. Ez le van sűjjesztve úgy nagyjából talajszintig, úgyhogy már igazából csak a kavicsréteg fog rákerülni, föld nem. Hát csak ez van.
Éppen ezért, hogy ne omoljon be jobban, ebbe az irányba kapirgálok. Nem csinálnám én ezt, megmondom őszintén most, ha nem volna muszáj, de muszáj, mert éjjeltől megint fagyokat mondanak, aztán akkor meg tuti nem lesz betömve, betemetve megint. Aztán csak kerülgetem már egy ideje, várva az első leendő alkalomra, hogy be lehessen temetni, ami megint csak nem lesz optimális, mert tiszta nyálka az egész. Tehát így ugye ilyen földet tömöríteni nem tudsz. De már annyira meg akarom csinálni, hogy ne kelljen körbe menni körülött. Még ez is meg van fagyva, de jó. Sokat mondjuk nem is akarok használni belőle, mert nem ide lett számva. De a cső alá, meg a tetejére esetleg érdemes volna. Aztán rááldozok, vagy két fordulót, hármat. Hát úgy látom, hogy ez pont egy szekérrel lesz. Ez valahogy így is lenne, szerintem. 30 fokot lehet, hogy már rá kellett volna pattintanom, hogy jobban lássam, hogy meddig tolhatom be abba az irányba. Jobban mondva 60 fokot. Tehát két darab 30-osom van. Zsír nélkül már nem megy. Nem nagyon. Na mindegy. Hát mondjuk ennél beljebb nem tolhatom, mert akkor már a szög nem lesz nagyon jó. Ja, ez így marad. Hogyha lefolyik benne a víz, tehát hogyha lejtésünk van, akkor így marad. Bőven.
Na, még egyszer benézem irányba. Aztán rakok közé két nagy követ, vagy hármat, hogy ne csúszson össze. Ugye kifelé elméletek nem tud csúszni, mert a föld megtartja, remélhetőleg. Jó. Na, hát annyi nagy kő volt itt korábban, most meg nincs egy darab se. Hogy lehet? El se hiszem. Lehet, inkább lapátolni fogom. Tovább azért sem tudom csinálni, mert ugye még kell egy 2 méteres cső oda. Nekem azt még meg kell vennem, mert az még nincs. Ugye én most, ha ezre nem használtam volna ezt az áthidalót, rámennék az autóval, azonnal megsüllyedne. Tehát akkor nem is tudnék rajta most közlekedni, meg ki tudja meddig, ugye addig, amíg ilyen taknyos nyálas idő van. Tehát ebből a szempontból is jó, hogy így már azonnal járható. Na, már nincs is látszatja. Nem is csináltunk semmit. Na mindjárt megyek, megsétáltatom én az ebet. Aztán van lent egy-két pocsolya, így hogy ilyen jó idő volt. Majd ott lemosom a klumpát. Na hát egy kicsit ez is hosszabb projekt lett nekem is időben, mivel közben jöttek a fagyos éjszakák és nappalok, pedig ezt már régen elkezdtem. Azóta csak kerülgetem a forrókását.
Hát ez így egy kis érdekes lesz, mivel ugye lent van a földön az a cső, de majd valahogy mindjárt megpróbáljuk beletuszkolni. Júj, te akrobata, te! Vagy mi? Hát, az igazság, hogy ha így nézem, akkor a cső az igencsak itt ezen az oldal fog menni, sőt, feszülni. Kicsit megpróbálom majd felbér rátolni valahogy. Annyit talán enged, hogy még itt elmenjen. De ugye az úthoz közelebb már nem akartam egyáltalán menni. Mert akkor beomlik itt ez a kavicsos rész. Hát bizony. Valahogy ráörösszokoljuk. Nincs mese. Mert ez nagyon határeset. Ha határeset, ha nem, az van, amit mi akarunk. Lehet, hogy néha egy-egy kerülővel, de arra is szükség van. Kerülők arra jók, hogy tanuljunk belőle. Hogy hogyan kerüljünk okosan. Na, hol a szarod? Hú, van? Észre se veszem. Szedhetné már valamit ki az erdőből. Úgy is fogytán a tűzifa. Engedd el. Akkor ne engedd el. Így hogy dobjam el? Öcsi. Add ide. Tedd le. Engedd. Fos. Hát én ezt most nem cifrázom, hanem egy az egyben. Ha köves, hanem rádobom. Ugyanis az a terv, hogy itt oldalt nyilván autóval ne járjunk. Úgyhogy lehet, hogy úgy lesz, bár még itt nem tudom, hogy pontosan mi lesz ezen a részen, mert itt ezen a lejtős részen nagyon úgy tudom igazán mire kihasználni a dolgokat. De itt az út mentén lehet, hogy lerakok majd, vagy egy kis kerítés lesz, egy kis sövény, vagy valami ilyesmi, és akkor már eleve az jelzés értékű, hogy nem lehet itt lemenni, vagy kővel kirakom. Hogyha esetleg jönne még ide teherautó, vagy bármi, akkor úgy is jelezni fogom, hogy körülbelül ugye a rendes nyomsába próbáljon meg feljönni. De hát jó lenne, ha ide már nem jönne semmi, de ugye ezt előre nem lehet kiszámítani vagy megírni. Na és akkor majd, ami maradt föld, bár itt még hagyhatok egy keveset majd. Oda még kéne egy méteres cső, arra gondoltam, hogy oda még rakok egy méter csövet. De hát ennyi erővel akár nyitva is hagyhatnám már ott az ároknak a végét. Bár ez úgy akkor valószínűleg egy kicsit omlani fog,
az idő előre. Hát igen, muszáj leszek oda akkor még egy méterest hozni majd. Ezt fel kell írjam. Úgyis holnap lesz egy üzleti út, beszerző út, úgyhogy akkor azt is hozni kell. Szóval itt azért hagyok majd egy kis földet, mert ha süllyedni fog, ülepedni fog, akkor legyen mivel még majd pótolni. Csak hogy értsétek, hogy miről beszélünk. Erről, mindről. Hami, lassú vagy, öcsi. Lassú vagy. Na, hát nehezen érünk a végére, de valamikor csak a végére érünk. Van? Hosszúra nyúlt projekt lett ez is. Vízmértéket kíváncsiságból pedig ki akartam hozni, de csak elmaradt. Úgyhogy lesz még egy köröm. Mint láthatjátok, ez már nem narancsszínű cső. És nem azért, mert ilyen gyönyörű, szép színesre szeretném csinálni, hanem mert a narancsból nem létezik két, nem létezik egy méteres, csak két méteres. Hála a jó Istennek. És az ugye dupla annyiba került volna, mint ez az egy méteres szürke. Ezért én úgy döntöttem, hogy jó lesz ez is. Mint említettem, talán említettem korábban. Úgyis úgy lesz, hogy itt majd azért lesz valami, hogy még véletlenül se hajtsunk rá. Aztán igyekszünk majd a későbbiek során elkerülni az elkerülhetőt. Hát én azt lehet, hogy lusta módon most besekerem, ami már ott van cső. És megint hátat fordítok. Hát ez szerintem ennyi. Lehet ezt is akkor elföldelni. Bizony, bizony. El lehet temetkezni. Zambó! Hallottátok? Én igen. Örülhetsz. Milyen érdekes hangok vannak errefelé. Sasok öcsém. De ott van kettő. Azért mondom, olyan furcsa, hogy honnan jön, nem a hegy felől. Igyekeztem megmutatni, gyorsan oda mentem, megpróbáltam őket lefilmezni, de annyira magasan most már részben a felhők fölött valahol. Mármint ez az alacsonyabb réteg felhő fölött. Hogy ezt már ti nem láthatjátok.
Ezt viszont igen, úgy van, hogy temessem el, te gyökér. Na ennyit mára, így is elég hosszú lett szerintem ez is. Nekem mindenképp. BKV.